Alapvetően azért hullámzó volt a teljesítményünk is, bár azt érzem, hogy meccsről meccsre jobban játszottunk, és sikerült felépíteni még ezzel a felforgatott kerettel is, mert hívtunk be azért új embereket, akik azt gondolom, hogy jól beleillettek a csapatba, mind személyiségileg, mind játéktudásban, és hozzá tudtak rakni a mai játékhoz. Én rettetlenül csalódott vagyok, hogy ezt nem nyertem meg, hiszen tavaly személy szerint én nem az Energy-vel voltam, és ezért én még nem vagyok Magyar Kupa győztes, úgyhogy nagyon-nagyon motivált voltam. Szerintem egy kiki meccs volt a döntő is, és hát ilyen apróságokon múlnak, hogy most hozzáért, nem ért hozzá, ezt senki nem fogja megmondani fixre, úgyhogy úgyhogy gratulálok a győztesnek, illetve hát reméljük, hogy még visszatérünk, és akkor jövőre hódítjuk megint.